Star Wars kötetekért látogassatok el a szukis.hu-ra. Link a leírásban. A mai nap megkaptuk a Star Wars The Clone Wars 7. évadának 5. részét, amely egyben az első része az Ahsoka's Walkabout című árknak, tehát ugye a legutóbbi részben véget ért a Bad Batch árk, és végre visszatért Ahsoka és újra láthatjuk, először miután elhagyta a Jedi templomot az 5. évad végén. Mint megtudhatjuk, Ahsoka vásárolt egy motort, és ezzel az alsó szintek felé veszi az irányt, hogy itt próbáljon valahogyan megélni azoknak a képességeknek a segítségével, vagy segítsége nélkül, amiket a Jedi templomban megtanult. És igazából az egész epizód nagyjából arról szól, hogy ha bár a galaxis működéséről és a dolgok működéséről nagyon sok mindent tud Ahsoka, az emberekhez igazából nem ért, hiszen a társas interakciók a Jediknél nagyon másképp működtek, mint a való világban. Miközben lefelé halad a szintek között, meghibásodik a motor, amit vásárolt, és lezuhan egy platformra, ami éppenséggel pont egy szerelőműhelynek a leszálló platformja, és a segítségére is siet egy Tracer nevű szerelőlány, aki elég jó indulatúnak tűnik, és azt mondja Ahsokának, hogy egy darabig meghúzhatja itt magát, ameddig sikerül megjavítani a motorját. Érdekességként megjegyezném, hogy az eredeti történet szerint, amit Dave Filoni mesélt el a 2016-os Star Wars Celebration-ön az Ahsoka Untold Tales című panelbeszélgetés során, itt eredetileg egy Nix Okami nevű sráccal találkozott volna Ahsoka, és a kettőjük között kialakult volna egyfajta ilyen szerelmi szál, legalábbis elég közel kerültek volna egymáshoz, és szerintem ezért változtatták meg ezt a történetet, és ezért cserélték le Nix karakterét, hiszen korábban már hasonló viszonyba került Ahsoka Lux Bonterivel, és egyrészt ez egy kicsit túlságosan ismétlődő lett volna, vagy egy kicsit túlságosan tovább lépett volna Ahsoka szerintem, és nem akartak még egy ugyanilyen történetet megalkotni, ezért Nix karakterét lecserélték erre a szerelőlányra, Trace-re. Miközben Ahsoka motorját bütykölik, megtudhatunk egy pár dolgot arról, hogy hogyan is működik az élet az alsó szinteken. Igazából ebben semmi újdonság nem volt, ez csak is Ahsokának volt teljesen újdonság, és mikor rájön arra, hogy mennyire nehéz itt az élet, akkor óhatatlanul megfordul a fejében, hogy talán nem volt jó ötlet elhagyni a Jedi templomot, és igazából el is mereng a távolba egy pillanatra, ami szerintem egy nagyon szép pillanat volt, nagyon jól nézett ki. Ezután Trace megkérdezi tőle azt, hogy honnan származik, mire Ahsoka igazából nem hazudik, és azt mondja, hogy a felső szintekről jött. Mire Trace azt feleli, hogy az mostanában nem lehet jó hely, mert a Jedik össze-vissza rangálnak és mindenféle háborúkat csinálnak. Itt egy nagyon érdekes párbeszéd alakul ki kettejük között, ahol végül is Ahsoka megtudhatja, hogy a Jediknek a megítélése az alsóbb néprétegekben közel sem olyan jó, mint amilyennek ő gondolta, vagy mint amilyenre számított gyakorlatilag. És ez igazából azt is előrevet egy kicsit, hogy szerintem az átlagembernek, aki lehet, hogy életében sem látott még Jedit, csak a hírekből hallott róla esetleg, és csak annyit lát, hogy a háborúban harcolnak, meg intézkednek, lehet, hogy nem is volt olyan nehéz beadni Palpatine-nak azt, hogy ők árulták el a köztársaságot, és megpróbálták átvenni a hatalmat. Ez egy nagyon érdekes ilyen jövőre való sejtetés volt, véleményem szerint, szóval tetszett ez a kis pillanat. Ekkor megérkezik két verőember, illetve egy ilyen furcsa idegen, akiknek Trace és a testvére tartozik valamivel elvileg, és elég jól elkezdik ellátni Trace-nek a baját, mire Ahsoka segítségére siet, és alaposan megveri a két verőembert. Ezután Trace megkérdezi, hogy honnan tanulta ezeket a mozdulatokat, mire Ahsoka azt feleli, ami nekem nagyon tetszett, és egy nagyon jó kis ilyen hárítás volt a részéről, és egy kicsit megható is volt szerintem, azt felszólta erre, hogy a nagy testvére, az idősebb bátyja tanította meg rá, aki egyértelműen ugye Anakin. Ez egy nagyon jó kis pillanat volt szerintem, egy nagyon jó kis utalás Ahsoka részéről. Ezután Trace és Ahsoka elhatározza, hogy felkeresik Trace testvérét, Rafát, aki éppen valamilyen szekrényeket törögetett fel, hogy abban hát talál valamilyen értékes dolgot, amit aztán el lehet adni. Éppen ezen kapták rajta Trace és Ahsoka, amikor megtalálták. Rafa igyekszik biztosítani Trace-t, hogy minden, amit tesz, az igazából csak azért van, hogy a kettejük életét megkönnyítse, és hogy biztonságban lehessenek, akkor is, hogyha éppen amit tesz, az nem annyira pozitív, mint például a szekrények kirámolása. Ahsokát is bemutatja Trace a testvérének, ekkor pedig megérkezik egy kékbő
sárgabőrült vilek fickó, aki azt kéri Rafától, hogy azt hallotta valakitől, hogy ő építi a legjobb droidokat az alsó szinteken, és egy droidot szeretne tőle rendelni, amiben Rafa bele is megy, de a munkát természetesen Trace-nek kell elvégeznie, hiszen ő ért a szereléshez. Ezután ugrunk is a műhelybe, ahol Trace és Ahsoka droidokat szerelik meg, ám kiderül, hogy ezek egyfajta ilyen bontó droidok, amelyek leginkább pusztításra alkalmasak, ezért Ahsokából előjön a Jedi végül is, és egyből nem tartja jó ötletnek azt, hogy el akarják adni ezt valakinek, mert nagyon nagy pusztítást tudnak végrehajtani. És ez gyakorlatilag meg is történik, mert Trace elfelejt az egyik droidra ilyen kontrollálót tenni, és elszabadul a városban, és elkezd törni zúzni. Ahsokáik elkezdik küldözni egy ilyen targonca-szerű járművel, és végül sikerül is elkapniuk egy ilyen nagyon nagy hajsza után, ami egyébként nagyon látványos volt. És egyébként nektek is nyilván feltűnik az, hogy mennyire jól néznek ki az epizódok. Ám amikor én próbálok kiscreenshotolni egy-egy jelenetet belőle, akkor mindig azt veszem észre, hogy már annyira realisztikusak az animációk és a mozgások benne, hogy nagyon nehéz úgy megállítani a különböző jeleneteket, hogy ne legyen benne valamilyen elmosódás, vagy ne vágjon valaki valamilyen hülye arcot. Szinte már, mint egy élőszereplős filmnél. Szóval tényleg hihetetlen, hogy mennyire jó és mennyire sima az animáció, és ez ennél az üldözéses résznél is nagyon megmutatkozott, főleg ugye a Coruscant alsó szintjeinek ebben a furcsa, színes fényeiben nagyon jól nézett ki ez az egész. Végül sikerül is elkapniuk a droidot, azonban egy peremen átbucskázik ez a targonca, amivel végül elkapja Ahsoka a droidot és rajta függő Trace-t, aki kikapcsolta azt, és még a vontatókábel sem képes felhúzni ekkora súlyt, és ezért Ahsokának használnia kell az erőt, és egy kicsit rásegít a motorra, hogy sikerüljön neki felhúzni. Ezáltal nem is teljesen ő emeli ki, csak a motorra segített egy kicsit rá, így meg tudja őrizni az inkognitóját és a titkát, hogy ő valójában egy Jedi. Csak egy kisgyerek veszi észre. Elég epik jelenet volt egyébként szerintem. Ezután ismét a műhelyben vagyunk, ahol elkészültek a droidok, és Ahsoka is Trace arról vitatkozik Rafával, hogy nem kellene eladniuk ezeket a droidokat, mert ki tudja, hogy mire akarják használni őket, ám Rafa ragaszkodik hozzá, majd végül annyit enged az egészből, hogy találkozzanak a piacnál, és majd ott megbeszélik, hogy hogyan tovább. Ahsoka és Trace ide is mennek, egyébként a piacnak a látképe nekem nagyon tetszett, hogy ilyen víz vette körbe, és ilyen vízi járművekkel is meg lehetett közelíteni, szerintem nagyon hangulatos volt, de mégiscsak hozta azért ezt a Coruscanti alsó szintek hangulatát, de nagyon jól nézett ki amúgy, nagyon egyedi jelenet volt szerintem. Trace és Ahsoka között itt is volt egy ilyen kis pillanat, ahogyan arról beszélgettek, hogy Trace-nek milyen a kapcsolata Rafával, és itt nagyon kiütközött megint csak a két karakter közötti különbség. Trace egy nagyon jó indulatú és már-már naív fiatal lány, aki Ahsokában is gyakorlatilag az első perctől kezdve megbízott, és igazából a jó szándék vezérli leginkább, és habár folyamatosan azt hajtogatja, hogy mindenért fizetni kell, mégiscsak érződik rajta, hogy igazából ez csak egyfajta ilyen betanult személyiség vagy viselkedésforma. Rafa ezzel szemben a nevéhez hűen nagyon rafinált személyiség, és gyakorlatilag nem foglalkozik azzal, hogy kint kell átgázolnia, vagy mit kell megtenni azért, hogy a megélhetését biztosítsa. Fontosabb számára az, hogy biztonságot teremtsen magának, illetve természetesen a testvérének, Trace-nek is. Így végül, amikor megérkezik Rafa, nem, senki nem lepődik meg rajta igazából szerintem a nézőközönségből, hogy mégis eladta ezeket a droidokat, ám annyit ki tudott csikarni a Twi'lekből, hogy kétszeres árat fizetett érte, és habár Trace először meg sértődik ezen, hogy mégis eladta a droidokat, Rafa elmagyarázza neki, hogy a droidok nem az övéjük voltak, ezért muszáj volt eladni, és kompenzálja ezt a értődöttséget azzal, hogy ad neki egy pár kreditet, amiből új szerszámokat vásárolhat magának a másik lány. Ahsoka ezután úgy gondolja, hogy jobb, hogyha távozik a testvérpár életéből, és tovább áll, amitől Trace először egy kicsit elszomorodik, ám ezután még felajánlja, hogy azért segít neki megjavítani a motort, hiszen anélkül nem tud tovább állni. Így hát elindulnak vissza a műhelybe, hogy megjavítsák a járművet, amivel Ahsoka ide érkezett, és ezzel zárul ez az epizód. Összességében véve szerintem egy nagyon jó kis akciódús epizód volt. Nyilván a nagy egész össztörténetnek az előrehaladáshoz nem ad hozzá sokat, de én erre nem is számítottam, ebből az árból ugye azt fogjuk megtudni, hogy Ahsoka hogyan próbálja keresni az utat a való világban, kiszakadva ebből a Jedi létből, és gyakorlatilag ebben lesz a segítségére a megélhetés szempontjából Tracer és Rafa a testvérpár. Tracer és Rafa karakterével igazából elégedett vagyok, nekem tetszett a kettőjük dinamikája, és a Tracer és Ahsoka közötti párbeszédek is szerintem jók voltak, nagyon-nagyon jól esett újra látni Ahsokát, és amikor először megszólalt a rész során, és meghallottam újra Ashley Eckstein-nak a hangját,
annyira jó volt, hogy egyszerűen elmondani sem tudom. Szóval összességében véve szerintem egy jó kis epizód volt, nagyon várom a folytatást. Azonban ez a videó most ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg, és csatlakozzatok a Porköcserekhez, mind a Facebookon, mind pedig a Discord szerveren. Ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban, valamint a komment szekcióban is, és sziasztok, az erő legyen veletek!